Az idei tanévben 479 pedagógus végzett nevelési oktatási tevékenységet városunkban. Ebből az önkormányzat és a Makóváros fejlődésért közalapítvány most 79 tanítót és óvodapedagógus jutalmazott egész éves munkájukért, mintegy 9 millió forintból. A programsorozat utolsó állomásán a Szignum tantestületéből három tanárt köszöntött, Farkas Éverzsébet polgármester, valamint Gilinger Katalin kuratóriumi tag. Az intézmény vezetősége a 2017. évben Vajda Magdolnának, Hudák Szabolcsnak és Majoros Nérác Krisztinának javasolta az elismerést. Emellett az iskola fenntartójától, a Boldogasszony iskolanővérek, nővérek, tartományfőnök nőjétől, Nádori Gáborné matematika testnevelés szakos tanár vehette át a Boldog Gerhardinger Terézia díjat. Az átadón a város első embere kiemelte, a pedagógus egész éves munkája szelíd, alázatos szolgálat, amelyben benne van az öröm, a fájdalom és az élet, de utána mindig az újrakezdés, valamint a feltámadás is. A szignumtól a 38. osztályos mellett az iskola igazgatója Szűs Péter is búcsúzott, ugyanis ősztől Szegeden folytatja pályafutását.